nekem már ez megvolt, ez roncsként cementraktár volt otthon. Na mondom, akkor én ebbe a cementraktárból csinálok egy autóbusz. Ez a táska egy volán jegyellenőri. Kettő dolog volt a táskában, egy lyukasztó és egy ilyen stop tábla, amit a busznak mutatott fel, hogy álljon meg, és akkor ment fel, és mindenkinek megnézte, hogy élvényes-e a jegye. Ki emlékezne a hangos harmonikaajtó csapkodására, a piros színű jelzőfényre, a bőrkapaszkodókra és persze a hatalmas szélvédőkre. Ezek az Icarus buszok az elmúlt évtizedek meghatározó látképei voltak a fővárosi és a vidéki közlekedésnek. Augusztus 23 és 25-e között a Magyar Közlekedési Múzeum északi járműjavítójában családi programokkal, Icarusos találkozóval, retro buszozással várták az érdeklődőket. Íme! Amiben most ülünk, ez egy Icarus 311-es, 1964-es gyártmányú. Az autóbusz az enyém, én újítottam föl roncsból. Úgy kerültem Icarus közelbe, hogy üzletkötő voltam egy osztrák cégnek, kolbászt árultam Budapesten. És bekerültem az Icarusba, mert ott nagyon sok ember dolgozott, gondoltam, hogy ott majd sokan fognak venni a kolbászból. Hát úgy is volt. A restaurálás 2 évig tartott, de ebben benne volt nem a karácsonyi szenteste nem. Munka után, amikor hazajöttem, utána a haverommal elkezdtük csinálni, ketten folyamatosan, de még ketten sokszor jöttek javítani. Nem volt nehéz, mert vettem még 2-t, és a 2-ből lett összerakva 3. Akkor a 3 az egyben van ő. Az Icarus 83 országba szállított. Ennek a busznak az volt a sikere, hogy nem ford föl a vize. Ha nem kergették szét, ez a világból kiment. Ez az jó mosan. Na és akkor most vegyük meg a jegyünket és szálljunk be a 311-esbe. Amivel most utazunk, ez nem Laci bácsi busza, hanem a Közlekedési Múzeumé, amelyet 2013-ban restauráltak. Most milyen érték 2024-ben vezetni ilyen csodát? Főleg úgy, hogy tudja azt, hogy miből mi lett. Igen, igen. Hát vigyázz, amikor az emberek letérdelnek elé, és mondják, hogy hála jó Istennek, hogy még az életben látok ilyet, hát akkor mit gondoljak? Visszajön mindenkinek az életkedve, amikor ebbe beleül. 2-t kell kuklunkolni. Első olyan autóbusz, ami alacsony padlós, mert ugye ennek van egy elődje, az Icarus 415-ös, ugye az 2 lépcsős. Ez kuriózumnak számított, mert ugye a Mercedes gyár, meg a Iveco, Scania, még ők nem csináltak alacsony padlós járműveket, úgyhogy az Icarus gyár csinált első alacsony padlós járművet. A piros 4-esen láttam 2000-ben, az indítási jelző dallam az újdonság volt. És az, hogy DAP motoros, nem az, hogy Rába motoros volt, hanem DAP motoros. Erősebb volt, és egy öblösebb is a hangja. Na nézzük, hogy milyen egy ajtóbecsukódás egy Icarus 412-esen manuális módra, tehát kézzel. Egy, kettő, itt van egy kis fogantyú, hogy Pap Szabolcs kollégák megmutatták. Nem jó. Hát nagyon mosolyognak, hogy fog ez most sikerülni. Valószínűleg először a bal oldalit, a jobb oldalit, van egy kis kalantyú, megfogjuk, és talán sikerült is. Na, mit szóltok áttérben? Harmadikra sikerült ezt mondják. Hát kérem.
Hát az autóbusz Ikarus 481-es, 1998-ban gyártották, a londoni Heathrow reptéren szolgált. Ez az a különlegessége, hogyha itt megtekintünk, hogy mind a két oldalon van ajtó. Ez Ikarus 412-eshez lehet hasonlítani, csak ez a különlegessége, hogy az itt jobb oldalon van a kormánya. Az Ikarus 55 az Ikarus gyár egyik legsikeresebb turista busz típusa volt, melyet 1954 és 73 között gyártottak. Összesen 7466 darabot készítettek belőle, kicsivel több, mint a fele a Szovjetunióba került, megbízható volt és nagyon minimális volt a szervizigénye, itthon pedig a Malév, az Állami Közlekedési Vállalat és az Ibusz járművei voltak. Az Ikarusos minifeszter részletet venni élmény retro autóbuszozáson is, például a 66-ossal, a farossal, a 311-essel, vagy pedig a 260-as kabrió változatával, ami a mai napon debütált a látogatók szeme láttára. És ezt az autóbusz, ez 11 méter hosszú, 1972-ben kezdték el gyártani, egészen 2002-ig és 2022-ig közlekedett a budapesti közösségi közlekedés életében. A járművezetők munkáját megkönnyítette a szervókormány és a négy fokozatú automata váltó. Simon Pál vagyok. 10 nap múlva lesz 60 éve, hogy beléptem az Ikarushoz. Ez a legöregebb, 260-as. Ugye ez a BKV-nak készült annó, de levitték Pécsre, és 5 darabot átalakítottak kabrióvá. Na ez az 5-ből az egyik. Az Ikarus gyár azért volt sikerült, mert mindent kipróbáltak. Nekünk olyan mérnökeink voltak, és olyan volt a gyártásunk is, hogy úgy nem adtunk ki autóbuszt, hogy nem próbáltuk ki. Iszonyú mennyiségű buszt gyártottunk, kísérleti jelleggel is, de annak a körülbelül a 30%-a került ki az utcára. A TR5-ös, a MÁVAG autóbusz, azt ki kell próbálni, mert az zenél. A riport vágása során azon tűnődtem, hogy vajon mi lenne a legmegfelelőbb lezárás. Hát talán fölteni azt a kérdést, hogy a mostani Mercedes, Volvo vagy új Ikarus buszok fognak-e akkora érdeklődést kiváltani az emberekből, mint amekkorát a régiek. Hát 20-30-40 év múlva minden bizonnyal kiderül.